Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig Ferencváros, Cverena, Cvezda. Most itthon van a Fradi. A 4-1-es vereség az nagyon-nagyon ciki volt kín. Ettől szerintem mindenki többet várt, még ha ki is kap a Fradi, mert ez benne volt a pakliban. Erős csapat a Cvezda, Szerbia a leghíresebb, legjobb klubja, de azért legalább egy döntetlent illet volna összehozniuk. Szerintem mindegy, itt a javítási lehetőség. Viszont én most kicsit máshogy fogom lejátszani ezt a meccset. Piros a gépen világítása, piros a fejhallgató, piros a pulcsi, ami rajtam van. Kipróbálom, milyen az ellenfél szerepébe lenni. Ettől függetlenül, hogy a Ferencvárosnak és a magyar csapatnak szurkolok, illetve megyek ki a meccsre, ott leszek a B közébe, tombolok, mint az állat. Ettől függetlenül nem feltétlenül ilyen hazáruló módon, csak poén szinten. Ki szeretném próbálni, hogy milyen a Cvezdát irányítani, milyen lehet velük játszani. Úgyhogy a Ferencváros be is raktuk, illetve az egyéb csapatoknál Pesun Pecsel fel van frissítve a Cvezda is, úgyhogy ővelük leszünk. Megpróbáljuk egy kicsit átformálni a csapatot, hogy azért jó legyen. Mezek igazából jók, Cvezdák, ez a sötétkék a vendégmeze, nem tudom, hogy este mibe lesz, hazaiba vendégbe, de valószínűleg a Fradi a zöld-fehérbe. Stadion a Grupa Arena. Persze csak hasonló, hiszen a Grupa Arena konkrétan nincs benne a játékba, de a képet belerakták a Pesun Pecses srácok, úgyhogy ez ott jól néz ki. Oké, belemegyek a gameplanbe, és akkor nézzük is. Borján a valóságban is jó, Dragovic is, Dragovic amúgy osztrák válogatottban is kiemelkedő, úgyhogy eléggé meg vagyok elégedve, nagyon pariba van a Cvezda is, egy jó csapat szerintem. Nézzük is, hogy kit lehetne én. Gajicsot kipróbálom, mint szélső védő. Most csak a pontszámokra tudok hagyatkozni, meg egy-két névre. Bakayoko nem rossz egyébként. Sőt, nem rakjuk oda, de Bakayoko nagyon-nagyon jó. Úgyhogy én cserepadra innőt berakom. Kit lehetne behozni? Falcót be lehetne hozni Ivanics helyére. Ez egy elég masszív cserének tűnik, de azért hagyjunk meg majd természetesen embereket a fél idei meg a meccs végi cserékre is, de szerintem azért itt a védelem az jobban össze van rakva a Cvezdába. Támadó foci is a meccsen jó volt, majd meglátjuk, ez a Kanga fickó, ez tényleg durva a valóságban is. Megnézzük, hogy mi lesz a helyzet. Úgyhogy én most itt belepróbálok az ellenfél szerepébe. Itt is vagyunk a Grupa Arénába, hozzá hasonló stadion persze. Vonulnak majd ki a játékosok, itt is vannak, szépen megcsinált arcok, már amennyire a játék engedte persze, de a mezek nagyon jól néznek ki, legfrissebb verziós megoldással rendelkeznek. Ez király lesz. Úgyhogy megpróbálják legyőzni a Ferencváros, természetesen nem fog sírva fakadni, hogyha ez nem sikerül és kikapunk, mert nektek akkor se szomorú. Múltkori meccset is Pestben tudtuk csak lejátszani, FIFA-ban nincsen benne a Cvezda. Ott a Fradival voltam, megnyertem, 2-0-ra a meccset, nem láttátok volna, a jó kis videó nézzétek, meg jól sikerült ez a mérkőzés. Viszont olyan szempontból nem volt sikere, hogy a valóságban nem nyerte meg a Ferencváros, nagyon-nagyon nem nyerte meg a meccset, mint egyre kikapott. Úgyhogy Csecseszó is azt mondta, hogy igazából a szurkolók voltak a legjobbak, csapat játékán hiába szerzett gólt, a végén semmi nem tetszett neki, és azt alá tudom írni, nagyon inger szegény volt a csapat, főleg egy ilyen jó Monaco elleni, meg Trabzon elleni játék után az gyenge volt. Viszont most Ben megy itt nekünk, akivel be lehetne adni, és lehetne fejelni is. Dibusz kapujára nyomtunk egy fejest, nem is volt rossz így az elején. Nézzük, Dibusz fogja kirúgni. Egyből támadjuk rá a Fradit. Vajon az lesz a taktikája a Cvezdának, hogy egyből letámadja a Fradit? Ez nagyon jó kérdés, de ezt fogjuk csinálni most. Legalábbis én a Cvezdával megpróbálom. Nagyon jó. A lövés? A lövés is nem volt az rossz. Mellé szárgódott. Jó ez a csapat. Sammy Mai, Knosternek, Lajdunihoz. Lajdunit zavarjuk. Botka hozná föl. Nagyon-nagyon nehéz a dolga, hiszen letámadást alkalmazunk egyértelműen.
egy távoli lövés, távoli kísérlet elszáll, hát ez már kezd ilyen, nem tudom, én teljesen felesleges próbálkozásokba átmenni, egy ilyen távolról lövögetek rám, közelebb kéne majd hatolni a kapuhoz, hogyha újra nálunk lesz a labda. Egy ívelés, most megint rálőhetném, de inkább nem, megpróbál, na, jó, hátra passzoltam, szóval megpróbál kicsit közelebb férkőzni, az már nem tűnik rossznak, a lövő pozíciótól messze volt, de legalább kicsit közelebb kerültünk, és akkor most kell hátra, fú, mekkora indítás, fú, valaki menje már oda! Ez most mi volt? Traoré. Bomba formában a csávó. Teljesen lesok. Az első támadásából gólt szerzett a Fradi. Akkor átfutott Traoré, mint egy pár duc. Ott beragadt egy beragadt a védőm, és nem volt lesen Traoré. Jézusom, hogy egy elfutás is gól. Ez lesz a baj az esti meccsen is, mármint az ellenfél részéről. Nehogy ez történjen Zvezdásoknak. Na mindegy. Jó, ezt most nagyon benéztem, mert három lövésem is volt, egészen vállalhatóak, és mégis a Fradi vezet, úgyhogy valamit most akkor ki kell találni. Méghozzá azt, hogy kapura lövök én is. Az kapufa volt! Én beadásnak szántam, beadást nyomtam, és kapufára ráemelte a labdát. Dibu szart bele az egész, be se vetődött. Mégis igaza volt, mert nem lett gól, de azt a mindenit. Jézusom, volt kapufám is, most már azért négy kaput eltaláló lövés hiányzik, már hogy négy kaput nem eltaláló volt. Úgyhogy és a Fradinak egyből egy lövés, volt az a csávó. És most megint ők veszélyeztetnek. Azaz, hozzuk el. Ez érdekes, olyan este is a kontrákra épít majd a Fradi. Végülis nem rossz, ha ilyen jól csinálják, nem rossz. Azt nem érheti el. És de, ki volt ez, de gyors a játékos. Ez Traoré felé jön, vigyázni kell, Csivics. Védő, de azért feljön a támadásokhoz. Lajduni, Zakariasen, nem engedjük. A jó passz, megvan. Az indítás tökéletes, ott van magasba az indítás. A lövés, édes tököm, nem bírjuk eltalálni a kaput. Ez teljesen nevetséges. Hogy? Tök közel volt. És annyira mellé, hogy nem tudom mondani. De hát látjátok, úgyhogy talán nem is kell mondani. Borzalmasan bennünk. Jó, nem baj. Küzdünk tovább. Próbálunk majd jobb lövéseket kivitelezni. Fogunk támadni az ellenfelet. Még mindig, mert hogy ebben jók vagyunk ezek szerint. És akkor ott lehet megint a kísérlet. Kicsit visszafordulok, egy kis trükközés, belefér, helycsinálás, nagyon jó, a beadás, a fejes fölé, a háló tetejét érintette, inkább magasan ment ez a fejes, mint egy erős lett volna, de tetszett ez a sarokpassz, a beadás, a veszélyeztetés, jó volt, Dibusznak kellett vetődni is, jó volt, csak most már gólokat is szeretnék azért. Mert nem elveszteni akarom a meccset, azért mert az ellenféllel játszok, ez csak egy ilyen kis poén. Lehető függetlenül mondom, hogy a győzelemről törekszem, ami egyelőre nincsen meg, olyannyira nincs meg, hogy majdnem odaadjuk a Fradinak a labdát. Tedd már előre, azért áldjon meg. A nagy átadás, csak ennek mi értelme van? És felpattog a nézőtérre a labda, hát ezt. Vicc. Labda birtoklásban nem állunk annyira rosszul, pariban vagyunk a Fradival, igazából a meccsképe is azt mutatja. Egyedül az a kontragól, ami nekem olyan fájt azért a lelkemnek, hogy egy lövés az azonnal gól. Kanga előre adná, de hova? Essity, hát ez könnyedén lekapcsolja. Menjünk, vegyük el. Jó. A beadás Borján védte. És kihajintja a labdát. Milyen passz volt? Hát nyomom a rendesen a passz gombot, és eltöri a labdát. Nagyon rossz átadások most. Viszont a Fradi is rontott, és akkor ezzel lehetne menni.
az jó, az nagyon jó. Aha, Dibusz, hát együtt él a játékkal ez a kapus. Formában van most. Érzi a labdát, ez egyértelmű. Frank Bolli, aki azért nem mindig teljesít hű, de jól, most egyelőre állja a helyét. Aj, távoli lövést akartam, és pont akkor nyúlnak bele. A Fradi látta, leolvasta a játékomat, és Frank Bolli jöhet, és ott viszont Traoré, kipasszolnak, most kezd azért veszélyessé válni a szituáció. Beakadt ez is. Hát ez születetlen, Toknak. Hogy kipasszolgatok a 16-osan belül? Egymás cipőjét tisztogatják. Mi történik itt? Azt a mindenit. Itt kijátszottak. Kettő védőm van hátul. Kettő védőm van hátul. Most már három. Vissza kell mennünk. Ez, hogy kettő védőm van hátul, ez nagyon gyatra. Ezt a támadó felállást ezt most engedtem el. Átállítottam olyanra, hogy normál felálláson játszunk, mert ez nagyon gyenge volt, hogy kettő emberrel lehetett védekezni. Azaz, mehetünk, gyere, gyere, kanga, fuss. De ez indítás. Ez nagyon gyér. Első fél időben vezet a Ferencváros 2-0-ra. Nem, nincs pályán a Cvesta. Az, hogy folyamatosan mellé lövünk, az édes kevés. Az édes kevés szerintem, úgyhogy Fradinak 3 lövése volt a meccsen, mint 3 kaput talált, 2 gól, 6 lövés jön volt a Cvezdával, 0 kaput eltaláltuk. Nem is értem. Menjen a második fél idő, aztán majd cserélgetünk. Ezzel most nem sok mindent tudok csinálni, úgyhogy hát a szurkolók elrettentenek, mert azért van itt kemény Fradi ultra szurkolás, és a hátra passzom az igazából kaotikus. Jó, az se jön össze. Nem baj, lesz még lehetőségünk a meccsen, tehát én attól nem tartok, hogy itt nem lenne. Csak annyi a probléma, hogy kaput kellene találni sürgősen. És másfelől a Fradi beállt védekezni. Most látom, ugye a PES az ilyen szempontból érdekes, mert látod az ellenfél taktikáját. Ezt a Dionit megnézzük. Vagy Dion? Megnézzük, hogy milyen támadó. Mert semmit nem csinált most Zivkovic. Egyáltalán nem tudta hozni azt, amit én elvártam volna. Jó támadásokat, jó lövéseket, szép felfutásokat, egyáltalán. Na mindegy. Nézzük akkor Zakariasen. Az jó Traoré. Csak nekünk meg le kéne, hogy szerelni. Lögdössük egy picit Traorét. Menjünk már oda. Ne hagyjuk már lőni, te jó ré. Na nézzük. Katai helyett Srinic. Nézzük meg azt a cserét is. Muszáj egy-kettő cserégetni, hogy friss legyen a csapat, és érdemben tudjunk majd támadni. Nagyon feljöttek ránk a Fradisok, hát ott vannak a kapus kirúgásnál is, alig tudtam kiadni. A passz nem sikerül, uralják a játékot, most az a bajom. Pedig tényleg szeretem egy izgi meccset játszani, ahol nem feltétlen az van, hogy vesztek, ez jó, a lövés Tibuszra pattan ki, és nem volt les, végre kaput találó lövésünk van, akkor most ezt kell meglovagolni. Azaz, a jó passzjáték, a lövés, fölé, jó volt, ez már tetszett. Nézzük a cserét, Kandát csak nem hozom le. Egy védőt cseréljünk, Pankovot behozzuk, egy védőt cserélünk, megpróbálunk ilyet is. Aztán minden itt Dibusz, ez szépen védte. Dion. El Fartuben, hosszú neve van, Falco, ez a Falcao-nak a vises verziója, egy AliExpress-es, ki ő szereti, Traoré, csak oda csúszunk neki, azért ne képzelje azt, hogy itt mindent lehet, a Cvezda ellen, de pedig lehet sok mindent csinálni ellenünk, mert nagyon ratyi a teljesítményünk, azaz, előre fiam. Jó, menjünk megint támadni, tehát most megint felküldöm.
támadni, mert ez így síralmas egyenlőre. És most megint be az ellenfél. Jó, szöglet, tisztázunk szögletre. Hát egyértelmű, most azért örülnek a Fradi szurkolók. Azt nem csodálom. Nagy az öröm náluk. Simán vezet a csapatuk. Ih, kapufa. Semmi. Azt hittem 11-es. Az full 11-es. Rúgjuk ki, hogy meg tudjuk. Az full 11-es. Az hogy nem volt az? Ez szabálytalan, ezt lefújta a bíró. Az, hogy nem volt 11-es, amit ott láthattunk. Nézzük csak vissza egy percre. Ott a kapufa, igen. Várjál. Itt. Azt figyeld. Jövök, ott a cvezdása, becsúszok. Ott megállítottam a labdát. És ránk lépett. Abba esett, milyen jó a bíró, milyen jó ez a VAR rendszer. Tokmák, ránk ott. A térdére lép a csávomnak. És abba esik el. Jó, oké, nem. Hát azért még jó, hogy Tokmákot nem állították ki. Hát lenyírta a térdemet. Rendesen fáj. Pedig én azt hittem, az 11-es. Amúgy. Így elsőre, de nem. Ez korrekt döntés volt így, hogy semmi. Utána a Fradi elrontotta persze a szabadrugást. Ez a kapufa az azért vészjósló volt. 70. perc, 2-0 a Ferencvárosnak. Ezt elfogadnám a valóságba. Ezt egyébként aláírnám. Kipasz. Kibokszolja a kapus a labdát. Eszíti. Jó, tisztázás. Nagyon komoly. Akkor azzal lehet menni. De vannak ott Fradi védők. Azt hittem, hogy csak már Fradi védők. Már rosszul látom a pályát. Ez a kamera az nem a legjobb. Bár ott a mini térkép alul is, de mindegy. Azt fejeljük ki. Nem sikerül. Zseni. Valaki. Gátolja már a lövést. Hát bazd meg. Hát most már... 3-0. Visszel fizik. Mit ad neki? Vize? Konfetti. Hát ilyet se láttam még. Próbál bemenni elé, besétáltam elő a lövést, ne engedje. Mint a pályán se lenni. Nem vagyok szomorú, mert örülök Fradi sikerének, de ez nettó furcsa. Ennyire nem tudom érdemben irányítani a cvezdát. Ezek szerint ez vagyok szokó, vagy nem tudom. A múltkor nagyon jól ment a PES Fradival. Jobb csapat szerintem most. Sejtem. Passzok se sikerülnek úgy. Menjünk rá egy kicsit. Ne, azt hagyjuk ezt az ember. Azaz, hogy gondoltam, hogy le fogja passzolni, csak hogy nem bírok felszabadítani. Azaz. Fuss meg, kimegy a labda. És ők jött meg a dobással. Lajos, cserél. Auszki, illetve Bolyák, aki bejön. Kettős cserét csinált a Ferencváros. Az orosz mester diktálja az ütemet. Azaz, szabálytalan. Nyugalom jön, nem csináltam semmi. Nem lett leköpve Zsuzsák. Nyugalom jön. Na. Ó, menő volt, a sorfal tudott blokkolni. Ez jó. Jó lenne az egy szép időt volt szerezni. Nem feltétlen akarok itt ilyen 0-0-os meccset lehozni, bár szép gólokat szerzett a Fradi. De ez is szabálytalan, hát azért ez már vicc kategória. Sárga lap már. Most mit mutogat? Jó, már semmit nem csináltam. Gyerünk. Haladjunk. Zakari eszemmel mi van? Ő az új Ibrahimovic. Mekkora volt vágott? 4-0. Jézusom. Lemosnak minket a pályáról. Rossz csapattal vagyok.
Mekkora gól? Beesett a kapusom a hálóba. Zakariasen, ilyet este is szeretnék látni, légy szíves. Atyavilág. Hova adom? Nem is tudtam, hogy lehet ilyet, hogy az ellenfélhez passzolok. Ez a csapat full támadó. Hát, ha bevágják az ötödiket, full támadóra megyek. Én azt hittem, hogy simán lehet esélyünk. Ezen a meccsen. Ezt is lehet élni, Istenem. Az égbe. Tja. Ennyi erővel pirosat is kaphattál volna. Hát, ez. Egymással szórakoznak a fradisok. Az hogy ment mellé? Verd a füvet, fiam. Hogy ment az mellé? Kapuskirigás. Zakariasen meg több kapitáltaláló lövése volt, mint nekünk az egész csapatnak. És ez nem vicc, ez komoly. 5 perc a hosszabbítás, bármi lehet még. A bármi az Fradi gól persze. Úgy értettem. Ójaj. Gyere, elhúzd az időt. Bár a Pestbe pont, hogy áll az idő, ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassan telik az idő, hogyha nem csinál semmit. A kapus majdnem beboxolta a saját kapunkba. Pedig azt aztán tényleg nem én irányítom. Csináld már, légy szíves. Haladjon már, hát nézzük, szeretnék nézni a videót. Na, a hülye gyerek miatt fogjátok leiratkozni, mert nem úgy szélszületett. Oké, menjünk, fúzd meg, elfáradt, nem bírok futni. Na, végre összeszedte magát, jó. A beadás, visszafordulok, a beadás, és mindenki feje fölött elmegy a labda. Hát ez kabaré, Benny Hill Show, komolyan. Jó van, srácok, nyert a Fradi, 7-0-ra. Mondom, nem rossz eredmény, de semmit nem tudtam csinálni a Cvezdával. Ez nem az én csapatom, nem az én felállásom. Hozzá se tudtam szagolni a mérkőzéshez. Nézzük meg folyamban a statisztikákat. Egyetlen egy kaputár találó lövésem volt, a Fradinak 8. Azt a mindenit. Köszönöm, hogy itt voltatok ezzel a meccsem. Remélem, hogy tetszett. Szurkoljunk este a Fradinak. Játszunk egy ilyen meccset. Vagyis a csapat játszon egy ilyen meccset. Akkor én nagyon boldog leszek. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ez az eredmény.